Belváros, 6. kerület, Fél Leonnak, Romosvás, a Szófia utca és a Csengeri utca sarkán, Hunyadi tér felé. Előtte valóban kitekülök, hogy mi jut eszembe róla. Nekem talán az, hogy a két asszony a Hunyadi tér piacra vagy a csarnokba igyekszik. Talán meg túlmehetetlen. Olyankor sietünk el, hiszen mi a teherautóban lepakolt zárat kibontják, világos a híremény a környéken, és már a szomszédos utcákban szaladnak kosaraikkal, szatraikkal, a riasztott asszonyok és gyerekek. Nézem a kidőlt falakat, vajon mit lukhattak rajtuk? Mária a kisdete, szent család. Házas párok nagy ünnepélyes volt rég a Hárvágy fölött. Falvédő, holcfényes patakkal, szarvassal, nyúlóval. Hímzett konyhai falvédők bármi szövegei. Kedves mondjuk, nem kínálom, végig egyedül itt a tárnak. Vajon boldogság, vagy örökös harcra között korábban a leomlott falak között. Eltelt 58 év, embereket látok a képen. Nem tudom, kik ők, nem tudom, akad-e köztük, aki még él. Ősök, nem valószínű, hétköznapi emberek. De akkor miért jutott eszembe Márai Sándor sorai? A haza nem csak föld, hegy, ősei, anyanyai, ősök csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem. A haza tevaj, szőröstől bőröstől, és életed a haza életének egy pillanata is. Ekkor már felnőtt voltam.
politikai helyzet miatt azonban a Légó pincébe költöztették a padokat. Ott kezdtem az első tanévemet. Vasajtók, szürke, kicsi vasajtók, csak egyetlen villanykörte világította meg a helyiséget, ahol tanultunk. Októberben a lakásokból is leköltöztünk a pincékbe. Csak az ágyainkat, ételt és a legszükségesebb holmit vihettük magunkkal. Mellettünk egy sok gyerekes, nagyon szegény család lett, akiknek az volt a sütemény, hogy a kenyerükre egy kevés cukrot szorhattak. Édesapámat, aki az operaház főszakácsa volt, munkahelyéről az a felé jövett, meglőtték nyilván. Másnap a család kabarák felmérővel, Sebesülten, Bélyes Mihában segítségből kérve. Édesanyám játszani küldött, hogy ne lássam a érzőmbőt. A mai napig nem tudtam elmenni az érendet. Persze erről beszélni sem volt szabad másoknak. Novemberben bevonultak a szovjet csapatok. Az új lakótelepi lakásokba beköltöztették az orosz katonákat. Puccos, rókagalléros, tolakodó illető feleségeikkel idéglenesen csupán 35 évig állomásoztak hazánkban.
Boldogan vétáztam a többi gyerekkel. Azt észrevettem, hogy a szüleim sokat suttognak egymással. Idegesek, zaklatottak, hogy állandóan a rádiót hallgatják, de igazán csak akkor értem meg, mikor állandósult családunkban a félelem. Nagyanyám tanácsára ilyenkor imádkoztam. Egy fagyos februári éjszakán ordítozó, fegyverrel hadonászó fufajkások rángattak ki minket az ágyunkból, miközben a falhoz állítottak, hangosan, a hidegtől is leszkedve imádkoztam. Apámat lerúgdosták a lépcsőn, az imáimon pedig hangosan nevettek. Apámat elvitték, hónapokig fogva tartották, majd halálra ítették. Engem kitettek az iskolából, mert a tanáraim is féltek az ellenforradalma gyermeke miatti megtorlástól. Mindenki félt mindenkitől, hiszen nem tudhattuk, ki vannak az igaz ellenség. Szomorú, megpróbáltatásokkal, nehézségekkel teli évek következtek. Apám mégis életben maradt. De csak 15 év múlva láthattam újra, mikor megszületett az első unokára. A legszebbet a gyermekkoromat rabolták el tőlem. Sok fiatal forradalmát kitörtek voltak.
lehet a kivándorlás. Az itthon maradt a tartók. Az itthon maradtokat megfélemlítették, többüket elbocsátották. Folytatottak a letartóztatásra. Főleg éjszakáként jelent meg a nagy, fekete autó. Egyre másra tűntek el az emberek. 56-ról később sem nagyon veszik senki. Akit megérték, mélyen eltemették magukban az emlékét. Életük szétvált.